Következő vendégünk Korte Sebastian, koreográfus, a Jó Dajka reggelt! mese rendezője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szeretjük mindig az olyan blokkokat, ahol legalább a szerkesztőink arról gondoskodnak, nem? Hogy a műfajok valahogy így kövessék egymást, összhangba így van. Egymás, mert úgy, hogy a továbbiakban is akkor azért alapvetően zenéről, táncról fogunk beszélni. 22-i bemutató. Így van. Mit érez ilyenkor a koreográfus? Rendező. Rendező. Jelen esetben. Ez egy színházi előadás lesz. Szerencsére nagyon-nagyon jó csapattal dolgozom, és azt gondolom, hogy nagyon jól haladunk. Természetesen ilyenkor az ember izgul, és egy kicsit tart attól, hogy vajon meddig fogunk eljutni a következő napokban, de közben nagyon-nagyon jók a próbák, úgyhogy én alapvetően jól érzem magam. Beszéljünk akkor egy picit a darabról is, mert ugye azt lehetett róla olvasni, hogy a modernkori rabszolgasságnak a Igen. története, Igen. és én is beleolvastam egy picit, meg utána olvastam, egy nagyon súlyos történetről van itt szó. Igen, alapvetően amikor a modernkori rabszolgasságról beszélünk, akkor alapvetően a legtöbb esetben legalábbis a médiában a szexuális rabszolgasság az, amely hírnevet kap. Ez egy egészen más történet, egy olyan közegből indulunk el a 40-es években a Fülöp-szigetekről, ahol létezik egyfajta kimondott-kimondatlan rendszere a rabszolgaságnak, a gazdasági rabszolgaságnak elsősorban. Csak aztán ez a történet átnyúlik évtizedeken és az Egyesült Igen, Államokban. Generációk nőnek fel, ugye? Így van, generációk nőnek fel ebben a történetben, és... Voltak éppen a történet ilyen szempontból borzasztó egzotikus, és talán tőlünk távolálló, de ugyanakkor azt gondolom, hogy azok az emberi viszonyok, a kiszolgáltatottság, a felelősségvállalás, a felelősséghárítás, ami ezt az egész történetet átszövi, az nagyon általános is. Azért áruljunk el pár konkrétumot erről Igen. a történetről, mert szerintem nagyon érdekes. Egy... Fülöp-szigeteken szolgáló amerikai katonatiszt és földbirtokos ajándékoz a lányának egy falubeli lányt, mint szolgát, mint Dajkát. És aztán addig Dajkája ez a falubeli lány a katonatiszt lányát, amíg az fel nem nő és családot nem alapít, majd az egész család átköltözik az Egyesült Államokba, ahol viszont rövid időn belül ez a szolga, ez a Dajka elveszíti a legális státuszát. És innentől kezdve még annyira sem cselekvőképes, mint addig lehetett volna. A történetet ennek a lánynak a fia meséli el, aki körülbelül 10-11 évesen rájön arra, hogy az ő Dajkája az voltaképpen milyen státuszt is foglal el a családban. Abszolút olyan így elmesélve ezt a történetet és hallgatva, minthogyha ez valahol, valamikor megtörtént volna. Ez egy valós eset. Ez egy valós eset. Így van. Egy cikk alapján kezdünk el gondolkodni és tovább olvasni újságcikkeket, és így alkottuk meg az előadásunkat, de ez egy teljesen valós történet. Hogyan és milyen, nem akarom ezt a kifejezést használni, hogy könnyű azonosulnia a két szereplőnek ugye ezekkel a karakterekkel, de miután nagyon erős itt gondolom a drámaiság, tehát a drámai vonulat, ebbe helyenként ugye azt szoktuk mondani, hogy könnyebben belesimul az ember. Tehát jobban beleérzi a rossz, a kellemetlen, a kínos részét, nem? A szereplő. Hát igen, nagyon izgalmas felvetései vannak. Kezdve azon, hogy a fiú hogyan viszonyul ehhez a Dajkához felnőve, mit tesz megért és mit nem, mikor hogyan lép fel a saját családjával szemben azért, hogy a saját igazságérzetét kövesse. Ez egy nagyon izgalmas része a dolognak. A másik találkozásom ezzel a szöveggel, ami szintén talán segíti azt, hogy nem csak mi, mint alkotók, hanem a nézők is azonosulni tudjanak ezzel a történettel, az ennek a szolgának az otthontalansága. 18 évesen kerül egy családhoz, majd 21 évvel később átviszik egy másik kontinensre, amelynek a nyelvét alig beszéli, és voltaképpen beszorul két világ közé. Ez az én személyes történetemre is nagyon rímel. Én Latin-Amerikában születtem, azóta itt élek, úgyhogy nagyon-nagyon értem azt a helyzetet, amikor hazamegy, ez a szolga már 80 évesen,
és többé már nem találja az otthonát azon a földön, ahol született. Ráadásul a darabban szerepet kap egy báb is, nyilván nem véletlenül. Így van, így van. Onnantól kezdve, hogy elkezdtünk azon gondolkodni, hogy ezt hogyan lehetne színpadra állítani, én azt gondoltam, hogy nagyon-nagyon fontos. Voltak éppen egy hármassága a szereplőknek, van a fiú, aki elmeséli a történetet, vagy aki megidézi a Dajkát azért, hogy elmeséljék együtt a történetet, a Dajka, és van az anyjuk, vagy pontosabban, bocsánat, van az anya, a fiúnak az anyja, aki mind a két szereplőhöz viszonyul, más-másképpen, és aki minden történetben, minden helyzetben valahol ott van. És azt gondoltam, hogy ezt a történetet úgy tudják elmesélni egymásnak, az a fiú és a Dajka, hogy megidézik az anyát, és azért fognak egy babát, egy játékbabát, és ő lesz az anya, és vele rajta keresztül kommunikálnak, néha egymással, néha pedig az anya szellemével. És ez egy komoly szakmai kihívás, hogy ez, hogyha jól figyeltem, akkor rendes bábszínész segíti ugye ezt a munkát. Hát alapvetően két olyan színész játssza ezt az előadást, aminek nagyon nagy gyakorlata van a bábszínészetben. Az egyik Kovács Domokos, aki nemrég végzett bábszínészként a Színművészeti Egyetemen, a másik pedig Nyakó Júlia, a Stúdiókának a művésznője, aki szintén nem először vesz a kezébe bábot, úgyhogy nekem nagyon jó dolgom van velük, mert a kezébe veszik ezt a játékbabát, és az azonnal életre kell. De jó. Hát nagyon szépen köszönjük. Akkor tehát az előadás az október 22-től látható, ugye, és a Betlen téri színházban. Pontosan. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen én is. Köszönöm.